Köszöntöm nézőinket, Önök a Pannon Televízió híradóját látják. Acél Réka vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Erősítik a gazdasági kapcsolatokat, együttműködést, baranyai üzletemberek találkozója hosszú hetekben. Figyelni kell a határidőre, bevallás hiányában büntethet a NOV. Laufer 65/43, Laufer László fotóriporter születésnapi tárlata az Apácai Galériában. Idősek világnapja, koncerttel, színes műsorral köszöntötték az időseket Pécsen. Együttműködünk, ezzel a címmel szerveztek üzletember találkozót a Pécs Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében, Hosszúhetényben. A különböző területeken működő vállalkozások képviselői kötetlen beszélgetésen ismerkedhettek meg egymással. Az együttműködés erősíti és válságállóvá teszi a cégeket, mondja az Iparkamara főtitkára. Ez a hosszúhetényi almalomb, amit egy több generációs családi birtokból alakítottak át, egy olyan különleges helyszínné, ami már több elismerést kapott. A cél az volt, hogy megtartva minden épületet és modernizálva azokat, alkossanak egy vendéglátó szálláshelyet. Egy éttermet, rendezvényhelyszínt, illetve szállást hozunk létre. Úgyhogy jó pár éves felújítást követően 2015-ben nyílt meg az almalomb, és aztán folyamatosan fejlesztettük a szállást, végül a Covid utánra készült el, tehát a mai nap mondhatjuk azt, hogy van egy Michelin zöld csillaggal kitüntetett étterem, egy UNESCO ICOMOS díjjal kitüntetett épület együttes, ami egy országosan jegyzett műemlék, vízimalom egyébként, ami nem nagyon látszik rajta, mert a házon belül van a szerkezet, és ezt a malom szerkezetet megőriztük, felújítottuk és integrált részévé tettük az étteremnek. Itt tartotta a Pécs Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara az Együttműködünk elnevezésű üzletember találkozóját szeptember utolsó péntekén. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamarának van egy vállalkozásfejlesztési nagy programja, együttműködésben a Nemzetgazdasági Minisztériummal, és minden területi kamara kitalált egy koncepció mentén egy a megyei sajátosságokra építve egy programot, amiben van tanácsadás, üzletfejlesztés, képzés, és mi úgy gondoltuk, hogy egy B2B rendezvényt is megszervezünk a program keretében. Nagyon fontos, hogy a perifériális vállalkozások, akik perifériális térségekben dolgoznak, tehát jelesül Baranyavár megyében, nem Pécset, azok találkozzanak egymással, ismerjék meg egymást, legyen képük arról, hogy a szomszéd településen, akár a szomszéd faluban ki mivel foglalkozik. A B2B, az angol business to business rövidítése, és olyan vállalatok tartoznak ebbe a kategóriába, amelyek célcsoportjai szintén cégek, nem pedig magánszemélyek, vagyis a B2B a vállalatok közötti üzleti kapcsolatot fejezi ki. Ez az együttműködés a baranyai gazdaság erősségét jelenti, ami segít a válságok túlélésében, mondja a főtitkár. Válságról válságra gyötörjük magunkat, és a Covid járványnak az egyik utóhatása, hogy a személyes találkozások azok megritkultak. Nem csak a válság idején, hanem utána is valamiért leszoktunk róla, hogy személyesen találkozzunk, beszélgessünk, barátkozunk egymással. Ezért mi nagyon fontosnak tartjuk, hogy olyan lehetőségeket szervezünk, ahol a vállalkozások személyesen találkoznak egymással, kezet szorítanak, beszélgetnek, barátkoznak, egy jó pohár ital mellett megismerik a másik tevékenységét. A személyes kapcsolat azért jó, mert jobban erősíti a bizalmat, mintha csak az online térben találkoznának ezek a vállalkozások, mondja Rabszabolcs. Az üzletember találkozóra 104 vállalkozás kapott meghívót Baranyából. Közeledik a negyedéves bevallási határidő, ami érinti a vállalkozókat, őstermelőket. A szociális hozzájárulási adót és a társadalombiztosítási járulékot kell most bevallani, befizetni. Aki késve teszi ezt meg, vagy nem teljesíti kötelezettségeit, az több százezres büntetésre is számíthat. Közeledik október 12-e, ami fontos határidő a főfoglalkozású vagy a másodállású egyéni vállalkozóknak, illetve a mezőgazdasági őstermelőknek. Eddig kell benyújtaniuk a 24-58-as előbevallásukat. Ezen a bevalláson szerepel többek között a szociális hozzájárulási adó, valamint a TB járulék.
A vállalkozói jövedelem szerint adózó egyéni vállalkozónak havonta a tájhót követő hónap 12-éig kell benyújtani a bevallást, az általány adózást választó egyéni vállalkozónak és az érintett őstermelőnek pedig negyedévente a negyedévet követő hó 12-éig kell benyújtani ezt a 24-58-as bevallást elektronikusan. A kötelezettség megfizetésének módjáról is beszélt a Baranyai sajtóreferens. A pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózóknál utalással kell teljesíteni a kötelezettséget, ez lehet például az elektronikus fizetési módok bármelyike. A pénzforgalmi nyitásra nem kötelezett adózók választhatják szintén az utalást, vagy az elektronikus fizetési módok bármelyikét, illetve szükség esetén csekken is teljesíthetik a fizetési kötelezettséget. Figyelni kell az adózóknak a bevallás benyújtására, illetve a fizetési kötelezettségük teljesítésére. Ugyanis a NAV szankcionálhatja, ha valaki ennek nem tesz eleget. Ha a hiánypótlásra felszólítás ellenére sem teljesíti az adózó a befizetési vagy bevallási kötelezettségét, akkor akár több százezer forint bírságot is kiszabhat a hivatal. Késedelmes fizetés esetén az adózónak számolnia kell a késedelmi pótlékkal is. További információk érhető a NAV ügyfélszolgálatain személyesen, valamint telefonon a 1819-es számon. Rövid híreink következnek. A pécsi távfűtő tájékoztatása szerint október 1-én kedden tekintettel a meteorológiai előrejelzések szerint várhatóan hűvösre forduló időjárásra elindítják a fűtésszolgáltatást azon épületekben, ahol a lakóközösségek erről másképpen nem rendelkeznek. A távfőellátó rendszer szabályozás technikája folyamatosan követi az időjárás változásait. A napközben nem indokolt a fűtés, a fűtési berendezések automatikusan leállnak, ugyanakkor ha a külső hőmérséklet indokolja, újraindulnak. Tovább csökkent a Duna vízszintje Mohácsnál, így szerdától újraindulhat a komp közlekedés. 10 évente kötelező elvégeztetni a kompok úgynevezett parti szemléjét, ami azt jelenti, hogy a hajókat ki kell emelni a vízből, hogy tüzetesen átvizsgálhassák őket a szakemberek. Ez most a Sziget nevű hajónál vált esedékessé, ezért a jóval kisebb Liget jár a város két partja között. A hajó azonban nem minden esetben tudja fogadni azokat, akik egy-egy menetrend szerinti járattal igyekeznek elérni úti céljukat. Az üzemeltető ezért plusz kompjáratokat kénytelen beiktatni, aminek következtében előfordul, hogy a menetrend szerinti járatok némi késéssel indulnak csak. Ezért arra kérik az érintetteket, az átmeneti időszakban a megszokotthoz képest valamivel előbb induljanak el azokhoz a járatokhoz, amelyeket szeretnének igénybe venni. A 10 tonnánál nagyobb ösztömegű járműveket a komp nem szállítja. Laufer László fotóriporter születésnapi tárlata nyílt meg a Pécsi Kulturális Központ Apácai Galériájában. A Laufer 65/43 elnevezésű fotótárlata szakember születésnapját és a Dunántúli Naplónál eltöltött 43 évet jelzi. Mintegy 600 fotóból válogatták ezt a kiállítást, amely Laufer László munkásságát, hivatását fémjelzi. A fotóriporter 65 éves, életéből 43-at a Dunántúli Naplónál dolgozott. A leírhatatlanul sok élmény, élethelyzet, azonnali reagálás, jó szem, gondolat megvolt és megvan nála csak úgy, mint a végtelen türelem. 40 évig dolgoztam, az első 3 évben képtávírókezelő voltam, fotolaboráns voltam, azután az újságíróiskolán végeztem a fotóriporteri szakot, és 1984-ben jöttem haza, tehát 84 óta vagyok fotóriporter. 81 májusában kaptam a diplomámat, és akkor lettem fotóriporter, és csak egy adalék hozzá, hogy mennyivel másabb volt akkor a szakma, mennyivel másabb volt dolgozni, hogy én a diplomaosztómon tegeződtem össze az akkori főszerkesztőmmel. Addig szigorúan magáztuk egymást, mit szíjelünk bácsival. Október 1-től nyugdíjas, több ezer felvétele van otthon, 15 évvel ezelőtt elkezdte digitalizálni a legrégebbi filmtekercseket. Ez a kiállítás, amit itt a Pécsi Kulturális Központ Apácai Galériában létrehoztak számára, egy meglepetés kiállítás. Egy Tomisa Sándor nevű barátomnak az ötlete volt. Ővel csináltunk itt a nevelési központban már 2 bemutatót, részben a
rendőrökről, a Baranya megyei rendőrökről, a részben a pécsi laktanyákról. Ő egy nyugdíjas katonatiszt, tehát neki ezek a kiállítások közel álltak, ő szervezte meg, és múlt héten pénteken értesültem róla. Tavaly nyáron jött az ötletük, hogy csináljanak nekem egy ilyen kiállítást, évvégén álltak neki szervezni. Engem valamikor a nyáron kerestek meg, hogy azért, ha már meglepetés kiállítás lesz, akkor szeretnének kérni tőlem képeket. És akkor végül is valamikor a nyáron átadtam nekik egy pendrive-on 600 képet az elmúlt 41-2 évemből, és teljesen rájuk bíztam a válogatást, és most néztem végig az anyagot, nagyon, nagyon jól válogatott a Tom és a Sanyi, illetve itt a nevelési központnak a munkatársa, Vikár Csaba. Mint mondja, szívesen beszél a jövőben képeiről, múltjáról, várja az élet további lehetőségeit. Amit tudok, hogy én az archívumot nagyon fogom tovább csinálni, remélem, hogy lesznek megkereséseim, nagyon szívesen elmegyek bárhova, vetítek, nagyon-nagyon sok vetítésem is volt már az idejében, a részben a Mecseki Fotóklubba, akkor az egyetemnek a Senior Akadémián is nosztalgiáztunk egy ilyen jó ízű, tehát remélem, hogy ezek folytatódnak. A Laufer 65/43 kiállítás megtekinthető a Pécsi Kulturális Központ Apáczai Művelődési Ház galériájában október 22-ig. Idősek világnapja alkalmából ünnepi műsorral készült a város a Kodály Központba Pécsen. Szeptember 30-án és október 1-én is két előadás várta az időseket. Mindkét napon színes műsorral köszöntötték az időseket. Ismert és kiváló dallamok csendültek fel. Pécsváros Mazsoret együttese és tánckara még az ünnepi koncertet megelőzve egy hangulatos bemutatót tartott a közönségnek a Kodály Központ előtti szabadtérben. Pécs polgármestere Péter Fiatilla videóüzenetben mondta el köszöntőjét az Idősek Világnapja alkalmából, ezt már bent a hangversenyteremben. Többek között ezekkel a szavakkal szólt az idősekhez. Örömmel köszöntöm Önöket az Idősek Világnapja alkalmából szervezett ünnepi koncertünkön. Újra együtt ünnepelhetjük Pécs közösségének bölcs és tapasztalt tagjait. Ahogy Russo mondta, az életkora nem a fizikai erőnk nő, hanem a lélek ereje. Az öregség a lélek aranykora. Ezek a szavak hűen tükrözik azt a belső gazdagságot és erőt, amit Önök sugároznak felénk nap mint nap. Az évek során szerzett tudás, szeretet és tapasztalat nem csak az Önök életét teszi teljesebbé, hanem teljes közösségünket formálja és tanítja. A fellépő együttesek közül Horváth Zsolt, a Pannonfilharmonikusok ügyvezető igazgatója elmondta, évek óta hangsúlyt fektetnek az idősek világnapi megemlékezésre. A tiszteletadás számukra is nagyon fontos. Pécs egy olyan csodálatos hangversenyteremmel gazdagodhatott 14 évvel ezelőtt, amely mindannyiunk közös eredménye, az időseké is, akik életpályájukkal, a Pécs és régióban végzett szakmai tevékenységükkel hozzájárultak ahhoz, hogy ez a város az legyen, aminek ma ismerjük és szeretjük, és amelynek ilyen gazdag kultúrális élete lehet. Magától értetődő, hogy hívjuk őket, és mi is nagy szeretettel köszöntjük őket, és próbálunk visszaadni valamit abból, amit tőlük kaptunk. Évek óta részt vesz a pécsi Liszt Ferenc Zeneiskola az idősek napi ünnepségen. Pécs polgármestere kérte fel a zenei művészeti neveléssel foglalkozó intézményt a szereplésre, mondta Verle Marietta igazgatóhelyettes. Egyrészt nagyon örülünk annak, hogy vannak tehetséges növendékeink, akik alkalmasak arra, hogy kiálljanak színpadra, vannak tehetséges nagyszerű kollégáink, akik foglalkoznak a gyerekekkel, de nem csak erről van szó, hanem azt gondolom, hogy az idősek, azok egy különleges kapcsolatban vannak a gyerekekkel, oda és vissza. Fontos, hogy egyrészt mi, akik fiatalabbak vagyunk, kifejezzük a hálánkat az idősek felé, és az időseknek pedig azért jó, talán megmelengítjük kicsit a szívüket, hiszen valahol az unokáikat látják a gyerekekben, mikor oda a színpadra állnak. És mindenképpen azt gondolom, hogy minden kollégám is, a gyerekek is, itt az iskola vezetésünk is nagyon pozitívan áll ehhez a rendezvényhez. Az ünnep mindkét napján, szeptember 30-án és október 1-én is 11 és 14 órakor felcsendültek ismert és kiváló dallamok. További fellépők voltak a Pécsi Nemzeti Színház művészei, Vermes Tímea és Bergovec Dávid. Az idősek világnapi ünnepi műsort Pécs megye jogúváros önkormányzata szervezte. Az előadásról bővebben a Pannon Televízió Pécsi Kör című műsorában értesülhetnek nézőink. Rövid híreinkkel folytatjuk a híradót.
A Pécsi járási ügyészség lopásvédsége miatt emelt vádat egy nő ellen, aki meglopta alkalmi szexuális partnerét. A vádirat szerint a nő prostituáltként dolgozott. Idén júliusban Pécs egyik külterületi buszmegállójában kuncsaftra várt, amikor megjelent a sértett és felvette a nőt autójába. Ezt követően megállapodtak abban, hogy a vádlott a sértettnek 5000 forintért szexuális szolgáltatást nyújt, ezért egy kevésbé forgalmas részre hajtottak. A nő felfigyelt arra, hogy a sértett gépkocsijának középkonzoljában tartott pénztárcában nagyobb összegű készpénz van, ezért elhatározta, hogy ellopja. A nő a nemi aktus közben a pénztárcából 210 000 forint készpénzt kivett, a pénzt a melltartójában rejtette el. A gyors bejelentéseknek és a rendőri reagálásnak köszönhetően hamar kézre került az a férfi, aki 3 autót is feltört az éjszaka Pécsett. A rendőrségre október 1-én nem sokkal éjfél után érkezett bejelentés, hogy Pécsett a Jedlik Ányos utcában valaki épp el akar lopni egy autót. Az egyenruhások a helyszínen, egy a környéken pedig még másik 2 autót is találtak, amelyeket feltörtek. Az elkövető nem kímélte a járműveket, az egyiknek az ablakát törte be, és volt olyan, amelyiknek a motorház tetején tanksapkáját és utasterét is kinyitotta valahogy. Zsákmánya mindössze 1 transmitter, 1 csatlakozó kábel, 1 törzskönyv, 1 autóillatosító és 1 használt parkolójegy volt. A rendőrök nem tétlenkedtek, végigpásztázták a környéket, majd pár perccel később a Pécsi Blanka téren elfogták a feltételezett elkövetőt, aki a parkoló autók között bujkált. A 18 éves helyi férfi megtalálták a gépkocsikból elvitt értékeket is. Gyanúsítottként hallgatták ki a nyomozók, lopás miatt nyomoz ellene a Pécsi rendőrkapitányság. A pécsi rendőrök 2 15 éves és 1 14 éves lányt vettek őrizetbe. A rendőrök 3 lány ellen indítottak eljárást, akik a gyanú szerint szeptember 27-én este Pécsett a Ferencesek utcájában megpróbáltak kirabolni egy nőt. A rendelkezésre álló adatok alapján a gyanúsítottak felszólították a 18 éves nőt, hogy adjon nekik pénzt. Ő azonban ezt nem tette meg, ezért bántalmazni kezdték. A sértett csak úgy tudott elmenekülni, hogy a barátnője a segítségére kelt. A rendőrök azonosították a feltételezett elkövetőket, majd mindhármukat elfogták és előállították a rendőrkapitányságra, ahol kihallgatták őket. Ezt követően a lányokat őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatásukat. Rablás büntettének kísérlete miatt nyomoz ellenük a pécsi rendőrkapitányság. A régió híreivel folytatjuk. Idén 120 éves a Balatoni Szövetség. A szervezet a Tomaj-katamaránon ünnepelt. Többek között az év Balatoni háza, a kék hullám zászló és a Balatoni borok versenye megalapítása is a szövetség nevéhez fűződik. A grémium, amelynek tagjai a mindenkori polgármesterek, az elmúlt 12 évtized meghatározó pillanatait idézték fel az eseményen. Emellett bemutatták a Balatoni Szövetség elmúlt 120 éve alatt született újságcikkekből összeállított kötetet. Nehézségekkel teli évekből nem volt hiány az elmúlt 120 évben, így fogalmazott Lombár Gábor a Tomaj Katamarán fedélzetén szervezett ünnepségen. A Balatoni Szövetség elnöke hozzátette, ma már azonban számos sikeres, a Balaton életét meghatározó projektről tud beszámolni. Év Balatoni háza ez 7. esztendőben kerül most kiírásra, és 21. esztendős a kék hullámzászló, illetve ugyanennyi tulajdonképpen a balatoni borok versenye, aminek az igazi ereje az, hogy talán az egyedüli regionális borverseny, ami nem sok van, tehát nincs az országban még egy ilyen, és a legjobb nekünk, akik ezt gondozzuk meg, valami közünk volt hozzá, hogy egyre inkább rang lesz ezeken részt venni, és egyre többen vesznek rajta részt, és egyre többen tartják fontosnak, hogy ezeken a versenyeken részt vegyenek, és szerepeltessék azt, hogy saját termékeiket, illetve a saját fürdőhelyeiket.
A Balatoni Szövetség munkáját több turizmussal foglalkozó szervezet is segíti, ilyen például a Balatoni Turizmus Szövetség. Évek óta szorosan együttműködünk a Balatoni Szövetséggel, a balatoni strandok minősítésében dolgozunk együtt, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos küldetés volt, főleg azelőtt, mielőtt a Magyar Turisztikai Minősítés Tanúsító Testület létrejött, és egy országos strand minősítést kidolgozott. Ez lehetőséget nyújtott arra, hogy egy olyan egységes minőségbiztosítási rendszer alakuljon ki a balatoni strandok tekintetében, amelyre építkezve folyamatos fejlesztések valósultak meg, és a vendégek egyre elégedettebbek lehettek. Emellett a Balaton Bora esemény kapcsán is együtt szoktunk működni. A Balaton körüli települések közül 85 csatlakozott a Balatoni Szövetséghez. Gyenes Díjással már közel 40 éve ápolnak jó kapcsolatot. Kezdetektől a rendszerváltás óta tagjai vagyunk, és bizony nagyon sokban segíti a szövetség a munkánkat, hiszen tagként a kék hullámzászló minősítés vonatkozásában egyéb Balaton vízvédelem, vízgyűjtő területvédelme tekintetében tett lobby intézkedések révén azt gondolom nagyon szoros együttműködést tartanak fenn az önkormányzatok, és azt gondolom, hogy ebben a Balaton vízminőség a legfontosabb az, hogy balatoniságunkat meg tudjuk őrizni. Tomaj fedélzetén mutatták be a Balatoni Szövetség elmúlt 120 éve alatt született újságcikkekből összeállított kötetet. A könyvbe 120 cikk részlet került, amelyek a szövetség egy-egy fontos momentumát örökítették meg. Musical és popdal kategóriában léptek színpadra a diákok a Gemenc hangja 2024 énekversenyen a Szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központban. Különböző kategóriákban zsűrizték a versenyzőket, kicsiktől a nagyokig minden korosztály megmutatta tudását. Több tehetséges fiatal lépett színpadra hétvégén a Gemenc hangja 2024 énekversenyen Szekszárdon. A programot már sokadik alkalommal szervezték meg. A vetélkedő Béresné Kollár Éva elképzelése alapján valósult meg. A Gemenc hangja énekverseny az most már hosszú-hosszú évekre visszamenőleg minden évben megrendezésre kerül, és hát itt egy embernek a nevét nem is tudom megkerülni, nem is szeretném, Véres Éva nevéhez fűződik ez az egész verseny, és tulajdonképpen mondhatom azt, hogy az éneklő ifjúság és az éneklő kisgyerekek, vagy akár már a nagyobb korosztály az ő keze alatt nőtt fel itt az évek során, úgyhogy amióta az eszemet tudom, kislánykorom óta emlékszem arra, hogy Éva mindig is nagyon nagy hangsúlyt fektetett ezekre a dolgokra, és hasonlóan én hozzám a gyerekeknek a zenei nevelése, az ifjú tehetségek felfedezése, ez nagyon-nagyon fontos volt számára. A verseny nagyon szoros és izgalmakkal teli volt, voltak, akik nem csak egy, hanem többféle kategóriában is megmutatták tudásukat. Van, aki többféle kategóriában is indul, természetesen ezt akkor így honorálni is illik, úgyhogy mi nagyon nagy szeretettel és várakozással vagyunk e felé, hogy az egész nap tulajdonképpen erről fog szólni, a zenéről és a tehetséges fiatalokról. Nem csak Tolna vármegyéből jöttek el az énekelni vágyó fiatalok. Öt és fél éve éneklek körülbelül, és nagyon jó érzés egy ilyen nagy színvonalú versenyt lenni és előadni dalokat. Indulni fogok gyermek kettő kategóriában, popban, musicalben és duetben is kétszer, és körülbelül járok egy másik társulatba is, Koli Musical színpad fönn Budapesten, ott kisebb színházi darabokat szoktunk előadni, és nagyon jó moka, nagyon jó, és felkészítő tanárom, aki a mostani versenyre is felkészített, Ócsai Juli volt, és nagyon-nagyon köszönök neki mindent. És a Jóisú társulatban is, Dömsödön a mi szülőfalunkban sokat szoktunk fellépni, különféle bálokon. Nagy Anikó, Jászai Mari díjas színésznő, énekes, a zsűri elnökeként értékelte a produkciókat. Nagyon szeretek ide járni, sokat tanulok a fiataloktól, az ambíciójukból, a lelkesedésükből, hangjukból, úgyhogy nagyon hálás vagyok, hogy itt lehetek. És hát remélem, hogy én is tudok nekik adni valamit, de önző módon nagyon, nagyon élvezem azt, hogy kapok tőlük sok-sok mindent, szépséget, tehetséget. A Gemenc hangja fődíj nyerteseinek listája megtalálható a Babits Mihály Kulturális Központ Facebook oldalán.
A Gemenc hangverseny jövőre újra visszatér. Mit ér egy hang, mit nem kap szárnyra szép? Vaskúton a Fogadj Istenről hozott bukovinai székely hagyományokat felidézve búcsút tartottak. Az egyház Szent Mihály napon Szent Mihály arkangyal megjelenésére emlékezik vissza. Aki tehette, az bukovinai székely viseletet öltött magára Szent Mihály napján. A szombati ünnepség a Vaskúti Szent Háromság templomban kezdődött, ahol a Szent Misét a Mária Gyüdről érkezett Keresztes Andor esperes plébános cereblálta. Ma megemlékeztek itt Vaskúton a Fogadj Isteni búcsúról, amit az őseik Fogadj Istenbe, és itt Vaskúton is Szent Mihálykor tartottak. Ez nem csak a templomi közösségnek volt az ünnepe, hanem a családoknak is volt az ünnepe, hiszen székelyeknél nagy a rokonság, mindig tartották a búcsút, eljöttek, ebéden vettek részt, közös mulatságon, majd lementek a faluba, a búcsúba. Ez egy közösségi aktus is volt. Az intenzív eső miatt a közeli temetőben található kopjafához az ilyenkorra megszokott zászlós felvonulás és az ősökre a megemlékezés elmaradt, így a társaság a templomból a rendezvényterembe vette útját, ahol a szervező Vaskúti Székelyek Egyesületének tagjai fogadták a vendégeket. A legkisebb településről Fogadj Istenből zömében Vaskútra telepedtek le a háborút követően. Talán az egyetlen egy bukovinai csoport, aki közösen, egységesen jött át, és ezt a Fogadj Istenből való elvándorlást megőrizték a mai napig. Igaz, hogy közben családok bővültek, házasságok születtek, elköltöztek, beköltöztek, némileg módosul ez a létszám, de mindenképpen a Fogadj Isteni csoportot képviselik a bukovinai székelyeken belül. A helyi székelyklub tagjai elsősorban a hagyományos ételek készítésében jeleskednek évek óta. A tegnapi napon egyesületünk aprója nagyja itt volt, közel 40 ember dolgozott itt tegnap, az előkészületektől, a káposzta fonnyasztástól kezdve, a káposzta töltésig, a teremrendezésig, a dekoráció elkészítéséig, és hát lelkiekben is készültünk erre az ünnepre. Szent misével, énekkel, tánccal ünnepeltek, majd az asztalra került 2000 galuska, számtalan házisütemény, és a pálinka sem maradt el. Iradunk végén baranyai témáink még egyszer, röviden. Erősítik a gazdasági kapcsolatokat, együttműködést, baranyai üzletemberek találkozója hosszú hetében. Figyelni kell a határidőre, bevallás hiányában büntethet a NAV. Laufer 65/43, Laufer László fotóriporter születésnapi tárlata az Apácai Galériában. Idősek világnapja, koncerttel, színes műsorral köszöntötték az időseket Pécsen. Szerdán egy hullámzó fronthoz újabb csapadékot. A Dunántúlon számíthatunk nagy mennyiségű esőre. A helyenként élénk, erős délkeleti szél később északnyugatira fordul. A hőmérséklet délelőtt 12-14, délután 17-19 fok. Friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!